összetartva a Bignonidesztánál, tehát a gömbkoronájú szivarfát láthatjuk itt. Itt most három példányt láttunk, ezek kb. 10-15 évvel ezelőtt lettek ide telepítve, és ami a legfontosabb, hogy ugye arról beszéltünk, hogy ugye ezeket a fákat a légvezetékek alá lehet ültetni, és hát itt most jól látjuk, hogy fölöttük telefonvezeték húzódik, és a telefonvezeték és a már kifejlett felnőtt katalpa Bignonidesztánál, tehát gömbkoronájú szivarfa között még mindig jól látszik, hogy legalább 1 méteres magasság van, tehát a légvezeték azok nagyon kényelmesen elférnek, itt körülbelül egy ilyen 5 méteres távra lettek ültetve, 4-5 méteres távra, tőtávra lettek ültetve ezek a fácskák egymástól itt ezen az utcafronton. Kiválóan ellátják a feladatukat, hiszen védik a házat a zajtól, a portól. Egy nagyon szép, fantasztikus nagy, még mindig így már azért ugye már felnőtt korba hajlik ugye a koruk, de még mindig nagyon szépen tartják ezt a jellegzetes gömbkoronát, ugye nyírás nélkül, ugye ennek ez a lényege. Látszik, hogy adott esetben el lehet menni a járdán nagyon szépen, kényelmesen alatta, tehát akár biciklivel, akár gyalog még az ember elfér. A gépkocsi forgalmat sem akadályozza, tehát egy kb. Másfél méteres utcafronti sávban nagyon szépen elférnek ezek a gömbkoronájú szivarfák, illetve hát a legfontosabb az az, hogy a gömb korona az nem éri el a légvezetéket, és éppen ezért szűk utcák, légvezeték alatti utca fásítására tökéletesen alkalmas választás.